Fekete István Loráte. Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak, de még nem tudják sírásra, vagy nevetésre nyíljanak el, vagy aludjanak tovább, hát csak pislognak. Enyhe az idő. A szél csak a kerítések mellett lézeng, ám bár elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább csak cuppognak. Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak, néhol kis lámpások imbolyognak, és mutatják, hová kell lépni, ám bár hiszen sár van mindenütt. Az ég még sötét, és a nappal ágyát csak hinni lehet a keleti égen. És ez elég. Egyébként nem gondol rá senki, mert a búzák kikeltek már, a krumpli a veremben, s a jószág betelelt. Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs. A tegnap gondja, mintha aludna, a mai még nem ébred fel, s a falu csak tiszta önmagát viszi hajnali misére. A külső mozgás befolyik a templomba, és megnyugszik. Suttog még egy kicsit, vár, és amikor már a gyertyák lángja is megnyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy. Harmatozzatok, égi magasok! És a végére egészen bemelegedett a templom, majdnem otthonos lett, legalábbis így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte hosszú illés is, ugyanonnan. Bár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak, hát inkább nem érezték volna. Nagy harag volt ugyanis a két öreg között, kitartó, régi harag, aminek már formájára sem emlékeznek. Ló volt-e az oka, vagy asszony? Nem tudják. Minden esetre rakaszkodnak hozzá, mint beteg szilva a fához. És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az ajtóban még mozgás van, hát csak ülnek. Sőt, Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti a tolongást, de amúgy is ráér. Fél szemmel odasandít Mátéra, hogy mozdul-e már, de Máté nem mozdul. Amilyen kutyakonok ember volt világ életében, gondolja Illés. Azt akarja, hogy én menjek elő. Abból nem eszel? Pedig már a gyertyákat is eloltogatta a dékány, azaz a harangozó, szóval a sekrestés. Azután csend. Illés gondol erre, gondol arra, állát belesülyezti a meleg nyakra valóba, és szeme szép lassan lecsukódik. Tűnj, nem. Ijedd meg, ezt igazán nem szabad. S Mátéra néz, aki úgy látszik, elaludt. Ez hát a híres, elaludt, mosolyodik el. Pedig 3 hónappal fiatal. Nem nagy idő, az igaz, mégiscsak fiatal. Aztán még milyen sárga a füle. Mint hallották. Jóságos Isten. Csak lenne tőlem valami. Jóságos Isten. Harag ide, harag oda, a rohadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról, csendesen oda megy, és kicsit borzongva megérinti Máté vállát. Hallod-e, te? Máté? Máté felhorkal. No! És néz Illésre, mint a csodára. Te vagy az Illés? Hát mondom, megnézlek, mert olyan formán ültél. Nézze egymást a két öreg. A templomban meleg csend. A kőszentek mosolyognak. Kicsit megszédültem. Hazudja Máté, de áhítatta, mert tele van a szíve. És szereti most Illést ilyen közel látni. Már elmúlott. No, hála Istennek. Hát akkor ennyi. És egymás mellett kicsoszognak a templomból. Mi volt ez, szent atyám? Nézd fel az egyik kis pufók angyal Szent Péterre, amikor az ajtó becsukódott. Olyan,
olyan meg lett egyszerre a szívem. Két ember kibékült, mondja a főszent, és melegen sóhaj. Csoda, suttog a kisanyja. Hát bizony, a mai világban. És most? Most mit csinálnak? Nézz utánunk, fia. A két öreg már Illés háza elé ért. Az utca üres, a kémények látsejmet füstölnek a reggelnek, és a kertekben puhán békét álmodnak a fák. Gyere be, Máté. Régen voltál nálunk, mondja Illés. Lángos sütött a lányom. A kisanyja kérdőn néz a főszentre. Mi az a lángos, szentatyám? A toronyban ekkor hetet ütött az óra, és ettől a földi hangtól megmerevettek újra a szobrok. De a mosolygás, mintha ott maradt volna az arcukon. Boldog ünnepeket kívánok! A Kultúrkúria nevében, az összes fellépő kollégám nevében, és természetesen a Vígszínház nevében is. Vigyázzanak magukra, és nagyon kellemes ünnepeket kívánok!